Üdvözlöm a kedves nézőinket! Önök az Info TV hírműsorát láthatják. Pert nyert a Bakonyi Erőmű ZRT első fokon Ajka város önkormányzata ellen. Információink szerint a Veszprémi Törvényszék első fokon elutasította az Ajka önkormányzat keresetét a Bakonyi Erőmű ZRT ellen. A perben a város 1 milliárd forint nem vagyoni kártérítést követelt a cégtől. Az ügy előzménye, hogy Ajka város média cégének hathatós segítségével civilek kezdeményezték, hogy lépjenek fel a város távfűtését biztosító Bakonyi Erőmű ZRT-vel szemben környezetkárosítás miatt, mely fellépésének médiafelületet az Elegünk van a Koromból Facebook oldal és az Ajkavárosi TV biztosította. Az ok az erőmű kéményeiből hulló fekete pernye volt. Ezt követően a szokásos kilengések után az erőmű kibocsátási határérték túlépéseit mérő rendszert online bekötötték a környezetvédelmi felügyelőségre is, ahol konstatálták, hogy nincs határérték túlépés annak ellenére, hogy a korom kézzel fogható volt. Főleg úgy, hogy a civilek összegyűjtötték az erkélyeikről utcáról. Ebben a folyamatban nyilatkozatot ért, amelynek hangvétele néha durva és személyeskedő volt. A fentiek következményeképpen döntött úgy az Ajkai Képviselőtestület szocialista többsége, hogy a város személyiségi jogainak megsértéséért és környezetkárosításért 1 milliárd forint kártérítést kér a város. Ezt a keresetet utasította el első fokon most a Veszprémi Törvényszék. Jobbikos szórólapot talált egy internetező az egyik ajkai iskolában. Ma reggel iskolába bemenet, láttam a folyosón egy asztalon egy jó paklit ezekből a szórólapokból. A nap végére körülbelül harmaduk fogyott el. Ahol ki voltak rakva, arra járnak órák elején, végén a tanárok, úgyhogy gondolom, az iskola vezetés tudott az akcióról. Nálatok talán érdekel valakit, hogy egy szélsőjobbos párt egy iskolában próbált tagokat toborozni. Írta a 444.hu-nak az egyik olvasója. Rég Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője, kamunak nevezte az Ajkai Városi TV-ben azt a hírt, hogy jobbikos szórólapokat találtak az egyik iskolában. A képviselő a város által fenntartott médiában azt elismerte, hogy a párt ifjúsági tagozatának van ilyen kezdeményezése, miszerint a fiatalok hallgassák a szavukat a parlamentben. De erről a szórólapról azt mondta, hogy lejárató szagú. Fülöp Zoltán, a Fidesz ajkai elnöke szerint ismét bebizonyosodott, hogy a pedagógus megmozdulások és a szervezkedések mögött ennek kapcsán is politikai pártok állnak. A Jobbik ifjúsági tagozata valamilyen titkos módszerrel, titokban szórólapot helyezett el egy prominens általános iskola folyosóján. Szomorúan veszünk tudomásul, hogy egyértelműen kiderül ennek az ügynek kapcsán ismételten, hogy a pedagógus megmozdulások és szerveződések mögött ennek kapcsán is politikai pártok állnak. Megkérdeztük az iskola tanárait, akik nevük elhallgatását kérve elmondták, hogy az ügyben hivatalos vizsgálat indult, mely a szórólapok létét és tartalmát beigazolta, azok iskolába jutásának körülményeit még vizsgálják. Természetesen, ha információt jutunk a vizsgálat lezárulásáról és eredményéről, beszámolunk róla. Megint sztrájkoltak a pedagógusok az ajkai iskolákban. Munkatársuknak az Ajkai Szakképzőiskola Bánki Tagintézmény előtt a diákok azt mondták, hogy jelenleg unatkoznak. Nincs tanítás, és akik bent vannak, azok is unatkoznak, mondta a bánkis tanuló. A Bródi Gimnázium az egyik pedagógus azt nyilatkozta, hogy részben van csak tanítás. Amikor kollégánk felvételt készített az udvarról, akkor a testnevelő tanár nem tetszését nyilvánította ki operatőrünknek. Rieder András, a Tolsó-Berendi Szent István Római Katolikus Iskola igazgatója elmondta szerkesztőségünknek, hogy az intézményben van tanítás. Elmondta, felelősséget tartanak a tanulóik iránt. Náluk nem hogy tanítás, hanem nyílt nap is volt az iskolában. Az ajkai Borsos, illetve az Ajkarendeki Nemzetiség iskolában nem volt tanítás, mivel a pedagógusok nem vették fel a munkát. Ugyancsak sztrájkoltak a darák a Vizikék óvodában is. Ismét nyitva tartanak a boltok vasárnap. Az első vásárnapon mi is körbenéztünk Ajkán. Április 15-én pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben a kereskedelemről szóló törvény módosítása, amely ismét lehetővé teszi, hogy a boltok nyitva lehessenek vasárnap. A jogszabály szombaton lépett hatályba. Ugyan a parlament feloldotta a vasárnapi boltzár tilalmát, de az ajkaiak nem rohanták meg tömegesen a nyitvatartó áruházráncokat. Igaz, nem mindegyik üzlet nyitott ki. A Lidl például a munkavállalók érdekei szem előtt tartva nem döntött hálózatának vasárnapi újraindításával. A többi multi cég, így a Tesco, az Aldi és a Spar várta a vásárlókat a hét utolsó napján. A Póluszkóp csak a Csarnok ABC-t nyitotta ki, de ez az üzlet eddig is várta vasárnaponként az ajkaiakat.
a most kihirdetett, több törvényt módosító jogszabállyal a kiskereskedelemben visszaállt az alig több mint egy éve, 2015. március 15-én bevezetett boltzár előtti állapot. A vasárnapi munkavégzését 50% bérporték jár. A munkaszüneti napon történő munkavégzését pedig a munkavállalót 100% bérporték illeti meg, ugyancsak 100% bérporték jár húsvét vagy pünkös vasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzésért. Ha jól sikerült egy buli, annak sajnos nyomait a városlakói is láthatják. Jó volt a buli szombaton, minek egyik látványos eleme a betört hirdető vitrin a sétáló utcán. Mintha vasárnap csak vásárolni szeretünk, a környezetünkre nem figyelünk. Inkább rombolunk, szemetelünk, mert jogunk van hozzá. Nem foglalkozunk a környezetünk állapotával. Azt gondoljuk, hogy a nap 24 órájában valaki azt figyeli, hol van szemét, és azt majd eltakarítja helyettünk. Hát nem így van. Bérmálást tartottak a tósokberendi Szent István római katolikus templomban. A katolikus egyházban a bérmálás olyan szertartás, amelynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. A bérmálás a katolikusoknál a hét szentség egyike. Az ajkai tósokberendi római katolikus Szent István templomban a vasárnap délutáni szentmisén dr. Márfi Gyula veszprémi érsek tartott istentiszteletet, ahol bérmálásra került sor. Az olvasmány az apostolok cselekedeteiből, a Szentlecke a jelenések könyvéből hangzott el. Majd dr. Paksi Zoltán diakónus olvasta fel az evangéliumot, őt követte Márfi érsek, aki prédikációjában az örömöt, az optimizmust és a boldogságot hirdette, amelyre a magyaroknak nagy szükségük van, hiszen köztudottan pessimista emberek. Mit legyőttek meg a boldogságát, lehet itt helyre hallani, és a földön élő keresztényekben azt imádkozták, hogy Maranatha, jöjj el Uram, és erre azt választották, hogy Maranatha, eljön az Úr, találkozni fogunk vele, és ez örömmel költött el a lelkünket. Igen, az Úr Jézus és életéről is sokan azt gondolják, hogy csupa szomorúság és siránkozás, ez nem igaz. Nem igaz. Még akkor sem igaz, hogy a Szent István mással Krisztus követésében azt írja, hogy Jézus életének egyetlen pillanata sem volt szomorúság nélkül. Ez nem igaz. Nyilvánvalóan, hát ez tévedés. Nyilvánvalóan, amikor Jézus elment a kánai mennyegzőre, nem azért ment oda, hogy ott is szomorkodjék, hanem azért, hogy együtt örvendezzen a törvendezőkkel. És amikor asztalos telepedett Zakeus házában, vagy Máté házában, vagy Lázárral, Máriával és Márkával, akkor nyilvánvalóan nem szomorkodott, hanem jól érezte magát. Négy évszak címmel nyílt kiállítás a Városi Múzeumban. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Vörös Sándor gondolataival köszöntöm nagy tisztelettel művész urat, kedves családját, barátait és minden kedves érdeklődőt. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ezen a kiállításon itt lettek, és én nyithatom meg Pintér László kiállítását. Engedjék meg, hogy röviden megosszam önökkel azt az élményt, ami minket idehozott, és amiért
valójában én nyithatom meg ezt a kiállítást. 2012. augusztusában lettem a Várpalotai Túri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának az igazgatója, és azonnal az első várpalotai rendezvényen, város napján, ami szeptember első hétvégén van, a bányásznapkor, akkor ott voltam ezen a rendezvényen, én is nagyon sok várpalotaival, senkit nem ismertem, ismeretlenként ott voltam egy nagy közösségben, és egyszer csak odajön hozzám egy fiatal ember, és azt mondja nekem, hogy mi földik vagyunk. Hát így kezdődött a mi ismeretségünk Pintér Lászlóval. Abban a pillanatban nekem ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, mert el tudják képzelni, bizonyára önök is voltak egy olyan környezetben, ahol mindenki ismeretlen, és senki sem ismerős, és egyszer csak oda jön valaki, és vannak közös emlékeink, vannak közös ismerőseink, és ettől a pillanattól kezdve valahogy más lesz ez a rendezvény. Tehát 2012-ben ismertem meg Pintér Lászlót, aki 1961-ben született Devecserben. Kisgyermek korában költöztek szüleivel és nővérével Ajkára. Szülei jelenleg is itt élnek. Nagy öröm és büszkeség számára, hogy 86 éves édesapja itt lehet ma ezen az ünnepi kiállításon, ami egy születésnapi kiállítás is egyben, hiszen Laci a hónap elején ünnepelte 55. születésnapját. Ma! Akkor meg különösen nagy élmény. Gyerekkorában kapta szüleitől az első fényképezőgépet, amivel akkoriban a nyaralásokon, illetve családi rendezvényeken készített felvételeket. 7. osztályos korában egy táborozás közben döntötte el, hogy egész életében a fotózással szeretne foglalkozni. Abban a táborban ugyanis nem csak fényképeztek társaival, de tanárai segítségével elő is hívták, ki is nagyították a felvételeket. Ajkán járt középiskolába, ahol megismerkedett egy nagyszerű emberrel, Kravják Tamással. Nagyon jó barátság szövődött a két fiatal ember között. Tamás ekkor már magas szinten tudott fotózni, és ezt a tudást megosztotta középiskolai évek alatt barátjával is. Pintér László a Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskolában gépésznek tanult, de tudta, hogy ez nem az ő világa. Érettségi után végre már az általa választott szakmát sajátíthatta el, Székesfehérváron szerezte meg fényképész oklevelét. Frissen szerzett ismereteit először a honvédségben hasznosította, Pápán töltötte ugyanis sorkatonai szolgálatát. Ezen évek alatt fényképezkedéssel foglalkozott, amelynek köszönhetően Oroszországba, Asztrahanyba is eljutott. Leszerelése után Veszprémben fotóriporterként helyezkedett el. Ott a szerencse ismét egy értékes emberrel hozta össze, Kovácsi Miklós személyében, akivel életre szóló barátságot kötöttek. Több évig dolgoztak együtt. Ezeket az éveket tartja pályája talán legtermékenyebb, legszebb időszakának. Készítettek fotókat az Ajka üveggyárnak, a Pápai Húsipari Vállalatnak, a Tapolcai Bauxitbányának, a KPM-nek, a Veszprémi Komfortnak és a Pramaknak, a Várpalotai Szénbányáknak és a Herendi Porcelán Manufaktúrának. Később a lapkiadó vállalat megbízásából a Bányász Újság és a Váév Építők című lapjának készítettek felvételeket. A rendszerváltás idején a vállalkozás szere őt is megérintette, ezért Várpalotán megnyitotta saját üzletét, melyet az évek során a város egyik kiemelkedő vállalkozásává fejlesztett. 10 éves sikeres üzletmenet után a piaci viszonyok megváltoztak, ezért a tevékenységet kénytelen volt abba hagyni. Közel 10 évvel ezelőtt került a Várpalotai Szindbád Kft.-hez, ahol a fotózás mellett grafikai munkákkal, kiadványszerkesztéssel is foglalkozott, mivel időközben elvégzett egy felsőfokú média tanfolyamot is. 2010 óta a Várpalotai Önkormányzat sajtófotósa, mellette a helyi lapnak is dolgozik, így ismerkedett meg Szabó Péter Dániellel, aki a megyei napi lap várpalotai tudósítója. Tőle az újság készítésének apró, de nagyon fontos fortérairól tudott meg nagyon sok mindent. Mára már nem csak munkatársi, de baráti kapcsolat is fűzi őket egymáshoz. A szoció és riportfotózás az a terület a fényképezésnek, ami a legközelebb áll a szívéhez. Mindig ezt végezte a legszívesebben. Éppen ezen a területen érte el szakmai élete legnagyobb sikerét is. 2014. márciusában az Érem 3. oldala című országos pályázaton két szín, egy csapat című képe második helyezett lett. 2013. augusztus 1-e óta a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központnál dolgozik. Feladatai közé tartozik a katonák életének, a nemzetközi és hazai hadgyakorlatok fotókon történő dokumentálása,
tudósítások készítése, illetve a különböző katonai rendezvények és az alakulat által megjelenített kiadványok grafikai munkálatainak elvégzése. Ma már 18 éves ifjú várnőtt fia óvodás volt, amikor barátaik elhívták őket horgászni. Bencét magával ragadta a vizek világa, szenvedélyes horgász lett. Édesapja ezért nagyon sok időt töltött vele a tóparton. Amíg kisfia horgászott, ő addig a környék virágait, rovarait fényképezte. Tette ezt a rá mindig is jellemző magasfokú igényességgel, kitűnő szakmai tudással. Ekkor kezdte összegyűjteni a teremben látható képanyagot, amely nem más, mint az ő létrája az ég és a föld között. Ez a létra a csodálatos magyar táj, ahol a képek készültek. Ajka, Monostorapáti, Keszthely, Várpalota és környékük, a Kis-Balaton, a Gemenc. Pintér László négy évszak és más témájú kiállítással szerepelt már Várpalotán kívül Budapesten, Tapolcán, Gyulán, Nádasladányban, Pétfürdőn és az ausztriai Wolfsbergben is. Társkiállításon részt vett Marosvásárhelyen, ahol az Árpád-kori templomokról készült fotóit mutatta meg a nagy közönségnek. Több alkalommal más-más helyszíneken rendeztek a Magyar Honvédség amatőr művészeinek alkotásaival kiállításokat. Ezeken a tárlatokon, ahol a természet fotóival, a katonai témájú képeivel vett részt. Fotói megörökítette már Veszprém megye több településének nevezetességeit, képeslapokat, leporellókat készített róluk. De fényképei a nagyvállalatok, kisebb cégek kiadványai által eljutottak már Európa több országába, illetve Amerikába is. Kedves vendégek! Míg a festőművész a valóságtól független világot igyekszik bemutatni alkotásaiban, addig a fotós nem akarja átalakítani, formálni a világot. Ő csak azt akarja megmutatni, ami amúgy is létezik, legfeljebb mi nem veszük észre, vagy másképp látjuk azt. Aki pedig még többet szeretne megtudni abból a művészi világból, amit és ahogyan Pintér László lát, az tekintse meg a kiállítást, lépjen be a természet, a harmónia és a nyugalom dimenziójába. Mélyedjen el a színek, a magyar táj, a négy évszak élményt nyújtó varázsába. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, keressenek minket Facebook és weboldalunkon, a viszontlátásra!